és sötét színű, mondhatjuk feketének is, ez nem védett, de ez egy fekete, sőt, egy stáv egészen pontosan. Ez egy brit alaptípus egyébként, történelmének 42-szer megvariálták már, ez egy modern felfogás verziója ennek. Miért a stáv sörök? Egyrészt, igen, feketék, egyébként hivatalosan nem feketék, hanem mély rubin színűek, amit már feketének látunk egyéb irány. Ha a Guinness, talán a Guinness mindenki ismeri, a Guinness az hivatalosan vörös színű, tehát feketének látja mindenki. Pörkölt gabonák vannak, pörkölt maláta. A pörkölt maláta egy praktikusan ilyen mély barna, fekete színű, ez festi meg a sörünket, ezeket szokás festő malátának is hívni, ez a sörünk, ez fekete színű ugye. Ezeken kívül pedig, ezekre a stoutokra még jellemző az, hogy használnak hozzájuk rengeteg karamell malátát. Karamell maláta, hogy belemennék a malátát azok a lépéseibe, azok sok maradék cukortartalommal rendelkeznek a végső sörben majd a sörélesztő, nem tud lebontani minden cukrot, valamit meghagy, ezt a maradék cukornak, ettől a sör az egy kicsit édeskésebb, ragadósabb lesz. Aztán még ez a sör megfejelték azzal is egyébként, hogy tettek bele egy zabot. A zab megint egy olyan komponenset a történetben, ami a krémességét emeli ki a sörnek. Sok zabban valami be, nagy kréme lehet számítani tőle, ettől lesz ilyen nyúlós, tényleg krémes textúrája még a sörnek. És mi ez pontosan? Morning Joe-nak hívják, szintén a Horizontól jön ez a sör, és ez egy breakfast stout hivatalosan. A reggeli jelző pedig azért van benne, mert az abon kívül tettek egy olyan alapanyagot még, ami reggelire jellemző, ez pedig ebben az esetben a kávé. A legjobb még kávé is van. Ugye a pörkölt malátának van eleve egy ilyen kávés karaktere, kávé ínséges időkben használták kávé pótanyagnak is még egyébként ez. Nyilvánvalóan a koffein az nincsen benne a malátában alapvetően, de ettől a kis pörkölt karaktertől kap egy ilyen béna kávé ízt, ami tényleg a csemmilyen is mindig jobb, hogyha valaki iszik ilyen ovis kávét, ha vannak ilyen emlékeitek, akkor az cikóriából készült, vagy pedig pörkölt általában egészként. Szóval ez egy így reggeli stout, a breakfast stout-nak, mert benne vannak reggeli alapanyagai és amerikai iskola szerint legalábbis. Ráadásul ez a Gaston Moka kávé található, ami egy magyar kávékör külön üzem, rendkívül jó kávéik vannak, Budafoki út valahány szám alatt pörkölnek egyébként, és ezek világos pörkölésű kávék jellemzően, ami szerintem olasz pörkölési technikák, olasz pörkölési kávé nagyon feketék, nagyon-nagyon kesernyések, mondjuk az alaposabb. Ezek mellett a világos pörkölésű kávé, inkább gyümölcsösek, inkább fajnalak, ez van benne még ebben a kávéban. Úgyhogy egészségetekre, és még beszélnék egy pár szót a kóstolás lezárásaképpen, meg arról a pohárról is. A kóstolásnak, amit mondtam, minden az aromákra, illatokra megy rá, ez a pohár pedig pont azért van kitalálva. Ott van, ha nincs ilyen, de nyugodtan fehérboros pohár, az hasonlóan működik, azzal is lehet tudom kóstolni. A szörös korsó, amit lehet látni a reklámokban és a kocsmákban, az alkalmatlan a sörívásra, és csak arra jó, hogy minél több férjen bele egy pohárba. A pohárnak kitalálva, hogy ugye, ami idáig töltenek benne a kóstolóknál sör, az alsó részére, és amikor iszol belőle, akkor is szuhan egyet a sör ezen a szakaszon. Az óvalás során pedig ugye felszabad egy csomó illóolaj aroma még, utána pedig a szájnál még kicsikét kifele nyílik a pohár, ezáltal megint csak szétterül a sör a felületen, és még jobb aromát tudom belőle érzékelni. Most belefér az orrunk, ugye, ami azt jelenti, hogy nem hagyunk is semmit. Úgyhogy ez nagyon kóstoló pohár, nyilvánvalóan nem csak sörre, hanem szinte bármire. Nem véletlenül hasonló az alakja ennek külön, mert a kova kisebb persze a pálinkás kóstoló poharakért. Évente jönnek el újabb és újabb poharak, de ez valamiért egy stabilan beírta magát a sörívók mindennapjaiba. A sörre egyébként, ha elmondva lépni, akkor rendkívül hosszúval előre ezen a szakaszra, úgyhogy várom a különleges kérdéseket. Nincs senkinek kérdése, hogy kérdezek én. Ki az, aki már itta ezt a sört, esetleg ezt a Morning Joe-t? Ki az, aki szokott inni klassz söröket? Ugye általában. Jó, azért már alakul valami, ezzel tetszik. Ki az, aki főzött más sört?
Én aki szeretne sört főzni otthon. Lehet, hogy sok szeretne vállalni a Brustúdióban. Szeretnék további sok nagy élményt kívánni, és én a Hazelcast, úgyhogy egészségetek! Üdvözlöm!